Jelentősen növekszik a magyar határra nehezedő migrációs nyomás. Ebben az évben mostanáig már több mint 107 ezer illegális migránst és több mint 1100 embercsempészt fogtak el. Ezzel együtt nem csak számokban, hanem szervezettségben, az erőszakos fellépésben is érzékelhető a migrációs nyomás fokozódása. Ez lesz a témája Titanillának és vendégének a következő percekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, szervusz Ferenc, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Valóban az elmúlt 24 órában is több száz embert tartóztattak fel a katonák és a rendőrök, ezzel folytatjuk. Georg Spötlét, a Nézőpont elemzőjét kapcsoljuk most élőben. Jó reggelt! Jó reggelt a stúdiónak, és üdvözlöm a kedves nézőket! Bakondi György belbiztonsági főtanácsadó is beszélt már arról a héten itt az M1-en, illetve folyamatosan látni a rendőrségi hírekben, hogy gyakorlatilag óránként találnak furgonokban migránsokat, vagy fognak el a határ közelében illegális határsértőket. Miért nőtt meg az utóbbi hetekben ilyen mértékben a migrációs nyomás a déli határon? Ugye az egyik oka annak, hogy közeleg a tél, tehát mindenki, aki felgyülemlett valahol Észak-Macedóniában, Szerbiában, vagy más balkáni országokban, az igyekszik nagyon gyorsan elérni a magyar határt, hogy minél előbb, ugye még mielőtt komoly mínuszok lesznek, eljusson vagy Ausztriába, vagy ugye Németországba, legtöbbjüknek az a célja, és értelemszerűen az embercsempészeknek ez egy nagyon lukratív üzlet. Ha csak belegondolunk, hogy mondjuk per migráns 1000 eurót kérnek mondjuk, hogy Szegedről elvigye őket az osztrák határ, és a 20 ember belezsúfol a furgonjába, az már 20 ezer euró, amit néhány óra alatt meg tud keresni. Gondoljunk bele, ez közel 7 millió forint. Tehát értelemszerűen mind a bűnszervezetek, mind akik mondjuk megismerkednek migránsokkal, és van egy kis furgonjuk vagy személygépkocsiuk, felkínálják úgymond ezt a szolgáltatást nekik, ugye nagy haszon reményében teszik, és azt mondják, ha sikerül, akkor igen, ha nem, hát akkor maximum pár hónapra börtönbe megyek, de még így is megéri. Tehát ez az ok, hogy egyre többen próbálkoznak embercsempészettel. Tehát nem csak mondjuk profi bűnözői körök álltak át erre, hanem bot csinálta el követők is, akik mondjuk megpróbálják kihasználni ezt a lehetőséget, és ezért van talán az is, hogy idén feltűnően sokkal több embercsempészt fogtak el, mint tavaly. Pontosan is, hogyha megnézzük, hogy hány országból jönnek az embercsempészek, ha jól emlékszem, az elmúlt hónapban 23 különböző nációnak az embercsempészeit fogták el. Tehát itt moldovaiak vannak, ukránok vannak, szírek vannak, afgánok vannak. Tehát vannak értelemszerűen, különösen az afgánokra térnék ki, ott a szervezett embercsempészetről beszélünk. Tehát azok a szervezetek, akik eddig például drogokat csempésztek mondjuk a Közel-Keletről, Afganisztánból, Törökországon keresztül a balkáni útvonalon Magyarországra, kamionokban és személygépjárművekben elrejtve, ezek inkább az embercsempészetre szakosodtak. Az utóbbi időben ugyanannyi pénz van az embercsempészetben, és hogyha elfognak valakit, akkor adott esetben mondjuk azért az áruért nem 20 évet kap, hanem csak 1-2 évet. Tehát értelemszerűen ezt is belekalkulálják, hogy lebukáskor sokkal jobban jönnek ki ebből, és ezért álltak át az embercsempészetre. De az is tény, hogy mind Romániában, mind szerb oldalon vannak olyan magánszemélyek, akik azt remélik, hogy ebből hirtelen egy vagy két fuvarral nagyon nagy hasznot tudnak kitermelni. Valóban nyilvánvalóan van olyan, akiknek sikerül, de nem számolnak azzal például, hogy a mélységi felderítés is milyen jó, hogy rendőrök látják például, hogy megy egy furgon, nagyon meg van ereszkedve, tehát nyilvánvalóan tele van pakolva valamivel, és amikor megállítják őket, ellenőrzik, akkor látják, hogy 10-15 vagy akár még több migráns is van benne. Tehát nagyon odafigyelnek azért a rendőrjárőrök az autópályákon, vagy már a határmenti településeket is sokkal jobban ellenőrzik. Tehát az, hogy valaki eljusson mondjuk a szerb határól Ausztriába, annak nagyon kicsi a lehetősége. Igen, én például gyakran járok keresztül a Dunán, és ott is rendszeresen az átkelőkön, vagy a felhajtó, vagy a lehajtó részen mindig állnak rendőrök, tehát most már hónapok óta mindig találkozom velük én is. Itt ugye a déli határhelyzet Magyarországon nagyon szorosan összefügg azzal, hogy mi van a balkáni útvonalon, és mi van a Nyugat-Balkánon. Szijjártó Péter külügyminiszter egy szarajevói migrációs konferencián vett részt a héten, és ott beszélt arról, hogy ideje lenne, hogy az Európai Bizottság segítse a nyugat-balkáni országokat abban, hogy meg tudják állítani a migrációt, mert hogy az EU biztonsága, az EU határoknak a biztonsága függ ettől. Milyen lehetőségei vannak az EU-nak, az Európai Bizottságnak ezen a téren, és miért nem érkezik elegendő segítség?
értelemszerűen lenne lehetősége segíteni, anélkül, hogy ezek az országok, kiemelném mondjuk Észak-Macedóniát, aki egy frontország, ugye a görög határon napi szinten próbálnak nagyon erőszakosan áttörni a migránsok, elnézést, és ez is mutatja, hogy itt nem ártatlan menedékkérőkről van szó, hiszen az Európai Unióhoz tartozó Görögország egy remek biztonságos hely, ahol még sokkal közelebb is lennének a hazájuk, hogyha esetleg vissza akarnak térni, ám nem teszik, tehát erőszakkal tovább jönnek, és értelemszerűen Brüsszelnek lenne lehetősége, hogy pénzt adjon például, vagy a Frontex is segítse mondjuk az észak-macedónoknak a munkáját. De hát ugye Ursula von der Leyen mindig olyan nagyon kettős nyelvet beszél, hogy határvédelem igen, kerítés nem, de hát hogy védjük meg a határokat, hogyha mondjuk a Frontex nem mondja azt, hogy oké, akkor most 1000 Frontex katonát levezénylek Észak-Macedóniába, hogy segítsenek megvédeni a határt. Tehát ez sem teszi meg. Igazából nagyon nagy szükség lenne arra, nem csak, hogy pénzügyi segítséget kapjanak, hanem hogy Szijjártó miniszter úr nagyon sokszor megkihangsúlyozza, hogy minél előbb felvegyük ezeket az országokat az Európai Unióba, hiszen az Európai Unió frontvonalán vannak, és ugye segíteni kell őket, meg hát jobb lenne kitolni ugye az EU-s határt, és ott kellene őket sokkal jobban megvédeni valóban a görög-macedon határon is, nem pedig már itt, amikor feltorlódik 80-100 000 ember, és ugye ahogy jön a hideg, egyre idegesebbek, egyre agresszívebbek, tehát lehet látni, hogy kövekkel dobálják a rendőri erőket, vaslétrákat dobnak a rendőrkocsikra, értelemszerűen át akarnak valahogy jutni, frusztráltak, emberileg ezt meg lehet érteni, de természetesen az sem megoldás, hogy most jött-ment emberek, akik papírok nélkül itt táboroznak a határon, ugye nagyon komoly veszélyt jelentsenek a mi rendőreinknek, katonáinknak. Mondhatnánk, hogy migrációs szempontból a Balkán egy puskaporos hordó, ugye egy régi történelmi hasonlattal élve, de egyre inkább ez a puskaporos hordó Lengyelország határain, a Lengyel-Belarusz határon látszik kialakulni. Itt ugye elég érdekes hírek érkeztek a héten. Volt olyan információ is a sajtóban, hogy visszavonták a fehér oroszok onnan a migránsokat, tehát elhozták őket, de például a lengyel védelmi miniszter tegnap azt nyilatkozta, hogy ez csak egy taktika, és Lukasenkáék most nem nagy tömeg, hanem kisebb csoportokban engedik oda az átkelni szándékozókat, és a határ teljes hosszát kihasználják, hogy így talán kevésbé feltűnő az, hogy ők átengedik, vagy egyenesen oda szállítják ezeket az embereket. Mit lehet tudni a lengyel-belarusz határon uralkodó helyzetről? Lukasenka ismét trükközött, ugye bejelentette, hogy az Iraq Airways, azaz az iraki légitársaság gépeket küld és hazaszállítja azokat, akik visszatérnek önként Irakba. Ez meg is történt, 375 embert visszaszállítottak Irakba, részben Irbilbe, tehát az északi kurd területekre, a második körbe pedig Bagdadba, ugye, akik Irak déli részén laknak, de értelemszerűen ez a 375 ember a kb. 7000-ből nagyon kevés. Elszállította őket egy nagy logisztikai központba, egy hatalmas raktárépületbe, ahol úgymond egy kicsit pihentette őket, de azt is bejelentették ott a fehér orosz hatóságok, láttam kiszivárgott mobillal készült felvételeket a raktárból, hogy nem köteleznek senkit arra, hogy visszatérjen. Az ott maradt emberek nagy része érdekes módon Észak-Irakból jött, tehát a pont úgynevezett szabad kurd területekről, ahol azért viszonylag sokkal nagyobb úgymond gazdagság vagy jólét van, mint a déli ország részben, de ezek az emberek nem akarnak visszamenni, tehát ők úgy döntöttek, hogy maradnak és próbálkozni fognak, és ahogy ön is említette, Tita, kisebb csoportokba próbálkoznak most, tehát eloszlatják őket a 400 kilométeres határnak a több pontján, hogy minél nehezebben tudják a határvédő erők ezeket a csoportokat ellenőrizni, és ugyanolyan agresszíven próbálkoznak, amikor ott megérkeznek a határt védő katonák vagy rohamrendőrök, akkor rögtön petárdákat dobnak rájuk, csúzlikat használnak, ilyen acélgolyókkal vagy abból lőnek ki könnygázgránátokat, odaszállítanak nekik ismételten ipari hulladékot, köveket, amivel meg tudják dobálni a rendőröket, tehát nagyon agresszíven lépnek fel, és azt mondta a lengyel kormány, hogy nagy valószínűséggel ez a krízis, ez a hibrid háború valószínűleg hónapokig el fog húzódni, tehát Lukasenka minden ígérete mellett és Angela Merkel minden diplomáciai segítsége mellett nem sikerült egy gyors megoldást megszülni, úgy, ahogy ezt remélték mind a politikusok, mind pedig akik a határt védik, vagy a határ közelében élő civilek. Említette ezeket az agresszív megnyilvánulásokat, hogy hogyan segíti a fehér orosz rezsim azt, hogy a migránsok átjussanak a lengyel területre, és például olyan hírek is érkeztek, hogy egyenesen megtanítják őket arra, hogy hogyan támadják meg a határt, hogyan támadjanak rá a lengyel határvédő katonákra. Ugye Lukasenka elnök annyit ismert be, hogy hát lehetséges, hogy a katonák segítettek ezeknek az embereknek, mert hát ők szlávok és van szívük, de itt azért többről van szó sejthetően.
Persze, hogy többről van szó, meg nyilvánvalóan, hogyha valaki repülőgéppel érkezik, nem hoz magával egy nagyon profi hidegvágót, nem hoz magával létrát, nem hoz könnygázgránátokat, gyalogsági ásót, tehát olyan eszközöket, amikkel ugye illegálisan át akarják a határt gázolni, nem hoz magával baltát például, ugye, ahogy már említettem a napokban, amikor önöknél voltam, hogy az volt az egyik taktikájuk, hogy a határkerítés közelében álló magas fákat kivágtak, úgy döntötték, hogy azok rázuhanjanak a határa, és a megrongált határ szakaszon próbáltak nagyon gyorsan átsprintelni. Ez néhányuknak sikerült, de azonnal őrizetbe vették őket, és visszavitték a határ belorusz oldalára. Tehát nem volt sikeres, meg ugye amikor éjszaka sztroboszkóp lámpákkal vakítják el a lengyel határvédőket, és hogy azok igazából megzavarodnak, tehát ez egy nagyon-nagyon gonosz eszköz, való egy idő után szédülést okoz, tehát ezt is kipróbálták még rajtunk fénykoromban, tehát az ember nem tudja, hol van lent, hol van a fönt, hány ingere van szédülni, ezeket is bevetették, és amikor látták, hogy a lengyel erők ott fáradnak, nem uralja a helyzetnek, gyorsan megrongálták a határt és átmentek. Tehát igazából minden eszközt megkapnak a belorusz katonáktól, és nyilvánvalóan, ahogy ez már híradásokból kiderült, hogy kapnak egy rövid képzést, hogy hol támadjanak, mikkel támadjanak, és kiosszák ezeket az eszközöket. Tehát itt valóban a Fekete Péter az nagyon ott van a belorusz katonáknál, tehát ilyen eszközöket senki nem hoz magával, főleg nem egy repülőgépen, hogyha felszáll mondjuk Dubájban, Isztambulban, Taskentben vagy bárhol. Georg Spötlének köszönjük szépen az elemzést. Örömmel tettem, én köszönöm.